Hóviharral, sok csapadékkal és erős széllel köszöntött az új év Görögországra. Számos hegyi út járhatatlanná vált az északnyugati ország részben, a Pindrosz-hegységben és az Epírosz vidékén. A Jon-tenger felé igyekvőknek meg kellett várniuk, amíg a magasabb tájakon letakarítják az utakat a munkagépek. Olykor még késő tavasszal, húsvét idején is előfordul, hogy a hegyi utak forgalmát átmenetileg megbénítja a hó, de a görög hatóságokat nem érik váratlanul ezek a helyzetek. Rendszerint a hómarók hamar megtisztítják a főutakat, az autósok pedig hólánccal felszerelkezve indulnak a hegyi átkelők felé.